Nem fogok enni semmit 10 napon, tehát 240 órán át, és ha ez nem lenne elég, minden egyes nap fogok sétálni 10 kilométert. De még mielőtt ebbe belekezdek, előtte leteszteltem, hogy mi történik, ha nem eszek 40, 64 és 168 órán át. Figyelem! Ne próbáld ki ezt otthon! Ha szeretnél böjtölni, fokozatosan építs fel, és maximum 24-48 órát javaslok, de az sem elsőre. Az első kísérletünkben nem fogok enni 40 órán át. De hát persze alvás közben nem olyan nehéz böjtölni. És abban benne van legalább 16 óra alvás. Úgy szoktam kajálni, hogy 9.30-kor betolok egy fehérjét, 10-kor egy kávét és aztán edzés. Ma viszont nincsen 9.30-as fehérje, viszont kávét fogok inni. 78,7 kg voltam reggel, elkezdtem nyújtani, közben még egyáltalán nem voltam éhes. Éhség első jelei megjelentek 10 óra 23 perckor, mióta utoljára bejelentkeztem, egyszer voltam éhes, szintén egy 5 percre körülbelül, de ez a Lidl-ben történt, mert láttam egy csomó ételt. Az elején ilyen fél óránként, óránként voltam éhes, aztán már voltam egy 2 órával később, hogyha szóba került a kaja, akkor az triggereli az éhségérzetet, vagy hogyha megláttam a kaját, vagy megéreztem az illatát, tehát bármi, ami a kajálással kapcsolatos. Most, hogy elkezdtem beszélni róla, most is egy kicsit éhesebb lettem, de ha nincs szó róla, és csinálunk valamit, és valami érdekes, és elmerülünk, és flow van, akkor úgy kikapcsol, mint az állat. Miközben mostam a fogamat, úgy éreztem, hogy egy akciófilmben vagyok. Az agyam már nem működik olyan tökéletesen. Ez egészen jó és érdekes kísérlet volt, de amit még ennél is jobban várok, azok a hosszabbak. Majdnem 2 kilóval vagyok könnyebb, de azért ennek nagy része víz, ezt tudjuk, tehát ha elkezdek enni, akkor most nem leszek ennyivel kevesebb. Böjtben az egyik legkirályabb dolog, utána enni. A második menet a következő héten történt. Az utolsó vacsora következik, hamburger formájában, édesburgonyával, minden jóval, baconnel, aztán most 2 teljes napig nem fogok enni, ami sokkal több, mint 48 óra, mert az összes alvás is benne lesz. Na kérem, most jön egy jó kis kávé, aztán jóga lesz, és végig jógázni fogok. Nem lehet edzek egyet, nem. Böjt és jóga, holnap böjt és jóga, kedden jóga, de már csak félig böjt. A éhségérzet még a kanyarban sincsen, annyi különbség van a múltkorihoz képest most, hogy nem csak simán vizet iszok, hanem most már tettem bele sót és citromot, meg gyömbért. Enyhe fázás. Hát nem annyira enyhe, most az eléggé fázok, bár hideg is van. Nehéz ezt mindig megmondani, hogy azért fázok. Mert hogy nem ettem, vagy azért, mert nem fűtünk eléggé. Minden esetre sokkal jobban bírom, mint előző héten. 2:30 van, és eddig 2-szer voltam éhes. Azt kell mondjam, el vagyok, nincs az a nagy energia, de már enervált sem vagyok, és most itt az ideje, hogy kocogjak egyet. Kiélesedett a látásom, azt vettem észre. Igaz, hogy ilyen aktív nyugdíjas tempóba mentem, extrém fáradtnak érzem magam. Lidl nem csak azt triggerelte, hogy éhes lettem, hanem az a baj, hogy ázsiai hetek vannak, és megláttam a cuccokat, és most éppenséggel teljesen energikusnak érzem magam, sőt, kifejezetten éles vagyok. Összegészében a második nap sokkal jobb, mint az első nap volt. Alig voltam éhes. 2-szer vagy 3-szor, passza minden. Csongaton 8-szor ettem utoljára. Látni. Látszik. Mind az előző éjszaka az egyik legjobb alvás volt, a mostani az egyik legrosszabb. Éjszaka néhányszor nagyon éhes voltam, meg reggel, most már nem annyira. Vasárnap reggel 78 kiló voltam. 75,1. Elkezdem csinálni a kaját, amit tegnap egy csomó embernek elmondtam, hogy mit fogok főzni, pedig nem szoktam így. És most pálcikával fogom enni azért, hogy ne kapkodjak. Az is nagyon fontos, hogy ne kezdjünk el zabálni, mint az állat. Csak nyugodtan, easy. Baszott saláta, olyan finom. Nagyon durva. Olyan finom, hogy nem tudok nem vigyorogni. Már tegnap este elkezdődött egy hét. Természetesen nem fogok túlzásokba esni, hogyha azt érzem, hogy mondjuk rosszul lennék, vagy bármi bajom lenne. Nem fogom akkor csak azért is tartani magam hozzá. A hétvégén azért volt egy kis őz, marha, csirke, mindenből pörkölt. Békönbeteken sajtos csirke mellett, kolbásszal töltött sertéshús, annyi mindent tettem. 77,3 kiló vagyok. Tisztelt képviselőtársak, tisztelt ház, nem vagyok éhes. Az a durva, hogy tervezetem már kicsit olyan, hogy na, már megint kezdi a nem evés. Viszont fázok egy kicsit. Jó. Röviden is tőle annyi, hogy az első nap az jobban könnyebb volt, mint az első két alkalommal.
elaludni egy kicsit lassabb volt, vagy nehezebb volt tegnap. Aktív volt az agyam nagyon. Szöbezölte ázok, és mire a meditáció vége, addigra bejut. Megérkezett a második nap esti felélénkülés. Jó lesik kifejezetten a séta, azért az ilyen ősi dolog, hogy úgy mondjam, a böjtölés, meg a séta is. Amúgy az az érdekes, hogy éhesnek nem vagyok egyáltalán éhes. Lett egy Rocky osztag, aki vállalta a hajnal 7 órakor történő fagyos edzést. Itt vagyunk. Ez itt a kent. Építsenek nekünk konditermet. Istállóban edzünk. Legkomolyabb hely. Most fogok visszaindulni Pestre, éjség jel ma már nem volt. Itt vagyunk az utolsó estén, most már azért ennék. A böjt utolsó napja. Minden gondolatom a kaja körül forgott. Elmentem bevásárolni és rengeteg ennivalót vettem. Így nézett ki a fejem az első napon. Így pedig a hetediken. Erőteljesen látszik, hogy a tojás fejemből milyen kugli fejű lettem. Uborkát fogok enni alapvetően. Csak uborkát. Só, meg van sózva. Hú, de tele lettem boldogsághormonnal egy pillanat alatt, azt érzem. Hú, csíktöm. Úristen! Nem vigyorogtam ennyit az előző héten. Végig. Úgy érzem magam, mint egy óvodár gyerek, de nagyon jó. Hát nem tudok nyilatkozni. Tettem már téged, aki most ezt nézed. Ilyen boldoggá egy banán. Ez év legjobb alvása volt tulajdonképpen. Gyümölcsök még soha nem estek ennyire jól. Kiválóan érzem magam, tele vagyok energiával. Azt érzem egy kicsit, mint egy újjászülettem volna, vagy ilyen restargom meg lett volna nyomva, nagyon jó. A legdurvább a böjtben az, hogy a máskor ízetlennek gondolt nyers zöldségek leírhatatlanul finommá válnak. Ilyenkor nagyon fokozatosan kell visszatáplálni, mert az emésztőrendszernek újra kell indulnia. A második napon jutott eszembe, hogy milyen szívesen ennék lazacos karbonárát. Kár, hogy utána még 7 napon keresztül nem ehettem. A kedvesem viszont megvett hozzá nekem mindent az utolsó napra ajándékba, így a 9. napon el is jött az ideje az ünneplésnek. A következő és egyben utolsó kísérletig több mint fél év telt el. Nem javaslom senkinek azt, hogy próbálják ezt, amit én a következő 10 napban fogok csinálni. Ez alatt a 10 nap alatt 100 kilométert fogok sétálni, minden nap 10 kilométert. Nem fogok enni semmit, nem fogok inni kávét. Ami még durvább, mint hogy nem eszek semmit. Most mindenki adjon. És tehát sem, csak vizet fogok inni, sókat viszek be, ásványi anyagokat, illetve vitaminokat. Az utolsó vacsorát a Gringos Amigosban ettük Valentisszel. Ezután indult a 10 nap. Az állapotom stabil, energia sok volt, 2x20 percet meditáltam, 12,5 kilométert sétáltam, az edzést tartom és gyalog mentem. Annyi, hogy a hátam jobban elfáradt, mint szokott. Egészen jó hangulatom van, sőt szerintem még jobb hangulatom van, mint előtte. Halló, halló, esti séta van, gondoltam megint szép háttérrel jövök néktek. Ez így elég korrekt. Egyre inkább azt érzem, hogy hálás vagyok azért, hogy ehetek. Az egyhetesnél is előjött ez. Elég sokszor eszembe jut már az, hogy éhes vagyok. Főleg amikor kaja illatot érzek. De egyébként meg energiám az nagyon sok van, meg remekül érzem magam. Kegyetlenül jól aludtam, ami hát be kell vallani, hogy a kb. Elhagyásnak is köze van hozzá. Mert az egyhetes böjtnél nem tapasztaltam ezt. Most meg 3 napja olyan agad alszok, hogy tyú. Most kissé mélyen vagyok energiaügyi szempontból. A kedvem egyébként jó. De most először érzem azt, hogy legszívesebben csak feküdnék, meg ülnék. Ide sétáltam. Igyekszem úgy tartani a 10 perc per kilométer sétatempót. Valószínű, hogy tegnap ténylegesen átestem a fordulóponton, mert ma már teljesen végig normál energiám van. Éber vagyok. Na, elindultam már haza. Már volt 40 perc bicikli, ami vagy 8 kilométer volt. Aztán még 4 kilométer séta, úgyhogy még ugyanennyi visszafelé. Ezután a 6. napon nem vettem fel semmit, szimplán azért, mert az 5. annyit kameráztam, hogy később abban a hitben voltam, hogy van anyag a 6. napról is. Az alvás egyre jobb. Felébredtem
szinte kicsattantam az energiától. Hova tovább, most még egy kocogást is meg fogok engedni. Még jobban felédénkültem, egy kicsit ilyen kávé hatása van. Nem meglepetés, mivel én vettem és tudok róla, de mégis várom, hogy megelsem őket, jaj, jó! Kérem szépen, a tegnapi, eddigi legélénkebb nap után folytatódik a tendencia, továbbra is egyáltalán nem vagyok már éhes. Olyan, mintha nem is csinálnám ezt az egészet, csak fejben tudom azt, hogy nem ettem. Most már ez lesz a 8. napja. Azt hinné az ember, hogy hú, 8 nap után már felrobbansz, olyan éhes vagy, olyan rosszul vagy, hát abszolút nem. A 4. nap volt a legrosszabb. Az eleje nehezebb volt. Sőt, az előtte való napok, amikor így lelkileg készültem, hogy hú, az lesz még mondjuk egy nehezebb része, hogy amikor elkezdek enni, akkor álljam meg, és kifejezetten figyeljek oda tudatosan, hogy ne kezdjek el zabálni mindent. Igazából ez az utolsó nap. Mert következő napon már enni fogok este uborkát, szóval ez az utolsó olyan nap, amikor nem eszek semmit egyáltalán. Mai napon is meg kell enni a 10 km-es sétának. Egyébként ez minden nap megvolt, bőven. Volt, amikor kozogás is volt. Nyújtás legtöbbször megvolt. Egy hetesnél kávét is fogyasztottam, tehát azért az még pörgette valamennyire az anyagcserét, ezért pár nap után megállt a dolog, mert minden megemésztődött, aminek meg kellett, és azért nem is jártam vécére csak pisilni. Na most nem ittam kávét, szerintem ezzel lehet összefüggésben, és ezért ekkora. De minden nap ilyen 1-2. Ha bocsánat, ha ez valakinek gusztustalan, de a böjt témával kapcsolatban ez fontos megemlíteni az emésztést. Elég drasztikus lett a fogyás 10 nap alatt, ennyit arról, hogy az állítólagos éhező üzemmódi miatt nem tud fogyni valaki, mert túl keveset eszik. A fizika törvényeit nem igazán lehet átverni. Továbbra sem javaslom fogyás szempontjából a teljes böjtöt alkalmazni, mert hosszú távon nem fenntartható, és ha visszatérsz az azelőtti kajához, úgyis visszahízol. Ez kár, hogy nem vettem fel, nem hittem volna, hogy ekkora hatása lesz, de ahogy így belekóstoltam, így egyből így... Nagyon finom. Örültem-e már valaha ennyire 3 csepp lime-nak? Nem. Lehet, hogy egy kicsit túlzásba estem. Elmentem megvenni a lecsóhoz az alapanyagokat, és hát... Egyeseg***re való. Zukkola! Ilyen. 10 napig és 45 percig nem ettem semmit. Ez lesz a kezdet. Az uborka. A végét is megeszi a srác. Itt valaki nagyon éhes. Ez nagyon rossz néz. Uborkán én sem voltam még ennyire hálás életem. Amikor legközelebb azt akarod mondani, hogy te nem bírod ki, hogy kevesebbet egyél, vagy hogy ne vacsorázz, gondolj vissza erre a videóra. 10 napig nem ettem semmit, és ennek tetejében minden nap hosszan sétáltam. Hogyha le akarsz fogyni, te is le tudsz. Még csak éhezned sem kell hozzá. Ha nem tudod, hogy hogyan kezd bele, nézd meg ezt a videót, amiben részletesen elmondom, hogy miért nem sikerülnek általában a fogadalmak, és mit kell tenned, hogy neked sikerülhessen.